Amerikában, ahol már több mint fél évszázados hagyománya van a Black Friday-nak, azaz a fekete pénteknek, ilyen képsorral indíthatnak. Az onnan kölcsönzött akcióözön Romániában tavaly jelentkezett először. November 23-án tehát nem nemzeti gyász köszönt be, hanem óriási árkedvezményekkel csábítgatnak. Idénre nem csak az online, hanem az országos áruházláncok közül többen is hirdettek meg péntekre kedvezményeket, de az amerikai őrület meghonosításával kis vállalkozások is próbálkoznak. Székelyudvarhelyen is készülnek a nagynapra. A villamossági termékeket és barkácsoláshoz szükséges árut forgalmazó Szerelők Városa üzletvezetője először szervez fekete pénteki akciót, remélve, hogy több vevőt sikerül becsalogatni az üzletbe, és holnap tovább is tart nyitva a megszokottnál. Jellegéből fakadóan mi nem szórakoztató elektronikát kínálunk, hanem inkább barkács termékeket, vagy a háztartásban hasznos termékeket. Ezekre jelentős kedvezményeink vannak, vannak speciális áraink, bizonyos termékcsoportok akár 50% kedvezménnyel is megvásárolhatók lesznek. A fekete péntek ugyan Székelyudvarhelyen sem ismeretlen, de egyelőre úgy tűnik, gyerekcipőben jár. Az árkedvezményekre sokan figyelnek, november 23-ára azonban, amely Amerikában a hagyományos karácsonyi ajándékvásárlás kezdetét jelenti, még kevésbé összpontosítanak. A tévéből és a rádióból hallottam a reklámját. Felénk főleg internetről lehet így akciósan vásárolni, ön szokott internetről venni bármit is? Igen. Most kihasználja ezt az akciót? Nem gondolkoztam rajta. Esetleg elektronikai cikkeket. Én ezt nem tudtam, hogy fekete péntek. Tehát én így tudtam csak, hogy egy nagy akciós napok fognak jönni. Nem is hallottam róla, nem. De most, hogy tudsz róla, akkor esetleg kihasználod ezt az akciót? Nem valószínű. Kedvezmény azért, hogy minél többet el tudjanak adni a cuccból. Minél több fogjon. És ez jó járnak mind a vásárlók is, mind az eladók is. Hallottam róla, tegnap kaptam egy SMS-t, még nem volt időm megnézni, hogy mit lehet olcsón jól megvenni. A fekete péntek népszerűségéről országos felmérés is készült, amely szerint körülbelül 4,1 millió romániai értesült az akciós napról, amelyből közel 2,5 millió ember határozottan tervezi, hogy élni is fog a lehetőséggel, és jól bevásárol. Hazánkban a tavalyi sikeren felbuzdulva, főként az interneten terjed a fekete péntek híre. Az országban elsőként az eMAG internetes bolt hirdetett ilyen akciót, amellyel el is érte tavaly a legnagyobb sikert az amerikai kereskedelmi gyakorlat importálásával. Mintegy 8 millió eurós forgalmat bonyolított le 24 óra alatt. 1,1 millió látogatója volt és 90 ezer termék talált gazdára. Idén az akciót több más webshop is meghirdette. Már a koncertimádókra és a kultúra kedvelőkre is gondoltak. Az országos jegyárusító hálózatoknál például 20-tól 75%-ig terjedő kedvezménnyel lehet holnap jegyet foglalni.